Lósz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével beszélgettünk a tanévzárók előtt, hiszen a gyerekek már elkezdték a szünidőt, de a pedagógusoknak még van sok feladata. A gyerekeknek elkezdődött a szünidő, de a pedagógusoknak megsokszorozódik az adminisztrációs teendője, hiszen most kerül sor a krétanaplók rendbetételére, a jegyek lezárására, a bizonyítványok megírására, az oklevelek, könyvek beszerzésére, illetve megírására. Most kerül sor a krétanaplók rendbetételére, a gyermekek jegyeinek lezárására, a bizonyítványok megírására, az esetleges jutalom oklevelek, könyveknek a beszerzésére, illetve azoknak is a megírására. Tehát itt most ütemezett munka folyik a pedagógusok tekintetében. Az osztályozó értekezletek már megtörténtek minden egyes tagintézményben. A tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre még majd ezután fog sor kerülni, illetve még a bizonyítványosztás előtt vagyunk. Ez is majd a következő héten történik meg. Minden egyes tagintézményben más-más napon fogják megkapni a gyermekek a bizonyítványokat. Rendhagyó módon, hiszen alkalmazkodnunk kell a pandémiás helyzethez és az ezzel kapcsolatban hozott intézkedésekhez. Mindenütt az udvaron kerül megszervezésre a bizonyítványok osztása a szabályok betartásával. Ebben a rendkívüli tanévben is helytálltak a gyermekek. Nagyon szép bizonyítványok, eredmények születtek. Ahogy írom alá több száz bizonyítványt, azért belepillantok, hogy mit írok alá, és milyen jegyek vannak abban a bizonyítványban, és örülök annak, hogy a helyzethez alkalmazkodva, ami ugye nem volt könnyű, hiszen sok időt töltöttünk online is, és ott nehezebb a tanulás gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt, azért a bizonyítványok azt tükrözik, hogy sikeresen vették a gyerekek is, és a pedagógusok is az akadályokat, és eredményeket sikerült elérni ebben a tanévben is. A pedagógusok július 7-e körül kezdik a megérdemelt nyári szabadságukat tölteni, és augusztus 20-a után térnek vissza az iskolába, és készítik elő a következő tanévet. Július eleje, 7-e körül van az a nap, kinek hogy esik, amikor úgy elmehetnek a pedagógusok a megérdemelt nyári szabadságukat tölteni, ami hosszú hetek lesznek, hiszen majd csak augusztus 20-a után térnek vissza, és készítjük akkor elő a következő tanévet. Bár a következő tanév előkészítése már most is történik, hiszen ugye megtörtént az elsősök beiskolázása, megtörtént az első osztályosok osztályba sorolása, és most napjainkban pedig a következő tanév tantárgy felosztását tervezzük, és ha ez is meg lesz, akkor nyugodtan elmehetünk szabadságra. Sajnos az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy a szakos ellátottság érdekében nyáron keresni kell még pedagógusokat. Vannak még nyitott kérdések az intézményvezető szerint, aki bízik benne, hogy augusztus közepére minden megoldódik, és a szakos ellátottságot fogják tudni biztosítani. Még mindig vannak nyitott kérdések, hogy melyik álláshelyen, melyik tantárgyat ki fogja tanítani. Én bízom benne, hogy ez majd augusztus végére, közepére kiegyenesedik, hiszen mindig így szokott lenni, és megoldódik, és a szakos ellátottságot fogjuk tudni biztosítani. A szünetben az intézményekben a nyári karbantartási munkálatok zajlanak majd.